Üdvözlök mindenkit a csomag bemutatásának harmadik részében. Az előző videóban megtört a memóriám, úgyhogy utólag is elnézést, folytatjuk tovább. Iverson SPX Blue. Ez egy Shaquille O'Neal Atomic Refraktor. Nem nagyon látszik, de ez egy Atomic. Ez egy die-cut, tehát egy kivágott kártya, egyik kedvenc sorom, megvan most már az összes franchise, futures. A már említett Platinum portréból a Shaq, jó nehéz volt megszereznem. Bontunk tovább. Ez a pakka kezemben egy vagyon. Ez a Holding Kurt Jordan, amit már mutattam, ennek a többi verziója. Mindegyik sorszámozott. Szerintem most már meg is van a teljes gyűjteményem. Ezek a firkák nem a kártyán vannak. Szerencsére. Következő csomag. Hát ez magáért beszél. Ez egy Basecats Atomic Refraktor Shaq-től. Bomba áron vettem. És még egy, ez véletlen lehet, azt a mindenit. Szóval ebből kettő van, mindkettő Atomic, én egyet vettem. Micsoda szerencse? Ez valószínűleg véletlenül kerülhetett a csomagomba. Vagy nem tudom, megnézem az eBay előzményeket. Ezt úgy nyertem, eBay-en van egy ilyen, hogy best offer, és akkor te ajánlhatsz egy árat. Hogy mi az a plafon, amit te fizetnél érte, és egy pofátlanul alacsony összeget bekínáltam, és elfogadták. Így meg aztán abszolút az egyik eladó. Mázli. Rodman-től egy speciális kiadás. Ez, ha jól emlékszem, ez a First Day Issue. Igen. Ez ilyen első napi kiadás, azt hiszem. Megint csak egy First Day. Ez jó ritka. Párszor van fönt eBay-en. És megint csak egy First Day. A változatosság kedvéért megint egy Refi Rodman. Ez már nem tudom, hogy a hányadik. Ebből majd lesz eladó értelemszerűen, ami nekem dupla az eladó. Ezek a 30 dolláros kártyák, úgyhogy jut mindenkinek belőle, minden Rodman gyűjtőnek. A franchise, amit előbb mutattam, csak más játékos. Ez pontosan a Kobe. Ez a legdrágább belőle, illetve majdnem a legdrágább, mert az Iverson a legdrágább, szinte beszerezhetetlen, nem tudom miért, még nem egy akkora inzert, de alig van belőle eladó. Ez az SPX Gold, de nem az a Gold, amit már korábban mutattam Pippenbe, hanem ez a Radiance, vagy Finite, mindegyiknek más a neve, ez is sorszámos. Megy a gyűjteménybe. Ismerős lehet.
Az a tépés nem a kártyán van, hanem a toploaderen. Ez Rodmantől egy Crown Royale per 75. Lehet, hogy eladó lesz, még megálmodom. Rodmantől egy Total D. Ilyesmi kártyát lehet, hogy találtak otthon, csak nem ezt a Total D-t, hanem egy pár évvel később itt 96-97 Total D. Ez viszont sokkal többet ér. Azt hiszem 20 dollár vagy a gyűjteménybe. Pippen, Big Numbers. Ez kicsit kékesebb, mint az előző Big Numbers, amit megmutattam. De szerintem ez ugyanaz a lilából pirosba megy át. Úgyhogy az egyik eladó, ha valakinek majd tetszett ez a kártya, akkor nyugodtan kereshet vele. 3 darab Jordan Holding kört. Mindegyike más játékos, ez gyűjtemény, nem eladó. És ez a Tiffany, amit mondtam az első videóban. Ez ilyen azurkékes. Van a sima, az a papírkártya, a Crystal. Annak már fényes a felület, és a Tiffany szép állapotban. És ezt nagyon jó áron szereztem meg. Nem 6 dollár, most nem tudom mi ez a 6-os, hanem még olcsóbban. Szóval 4 dollár körül vettem. Elfelejtettek rá licitálni szerintem. Sokszor van ilyen, érdemes mindig nézni az eBay-t. Ez egy pak Finest. ...1994-ből. Ezt lotként vettem, tehát több darab. Lehet, hogy valamiből van dupla is. Mindegy, a teljes sor gyűjtöm. Nagyon olcsó volt. Természetesen nincs benne nagy játékos, és nincs benne refi. De azért nézzük át, mert mint mondtam, sokszor van, hogy benne hagynak egy refit vagy egy sorszámozottat, tök véletlen. Így fogtam a korábbi csomagomból, amiről sajnos nem csináltam videót, de most már mindegyikről fogok nektek. Egy Precious, nem tudom, hogy mondják ezt, Precious Metalt. Úgyhogy ez egy igazán jó fogás volt. Láttad, dupla. Véletlen benne hagytak egy olyat. És kaptam grátiszt is. Ja nem, ezeket rendeltem. Ugyanattól a stáztól. Ez mind members only. Rodman, Shaq, és megint csak Rodman. A Shaq eladó. A Rodman megy a gyűjteménybe. De azért majd átnézem, hogyha dupla, akkor eladó. Ismerős lehet a zsuga. Ez a Metal Force. Ezek tök szép lapok. Kicsit alul van értékelve szerintem. Sokkal többet kéne, hogy érjen. Skyboxnak a High Hopes. Ebből a Garnett a legdrágább. És ez egy Molten Metal. Megint csak Grant Hill-től. Ez gyűjteményi darab. Nagyon szép lap. Ez kis a bontom. Ezt most már tudnotok kell, hogy mi. Ez a Platinum Portré. Nem nagy játékos, de nagyon-nagyon nehéz volt kifogni. Szóval vannak lapok, amik annyira ritkán vannak fönt, hogy nagyon vadásznak rá, és nagyon zsebbe kell nyúlni. Ez a sorozat, ez nagyon alacsony dollárral van a katalógusban, ez ne tévesszen meg titeket, sokkal többet ér, mert nincs eladó olyan áron, ami a katalógusban benne van. Szerintem 8 dollár, és 20 alatt nem veszed meg.
Ez volt az előbb is, ez egy Molten Metal, az egyik eladó lesz. Ez egy Bozeman Best Atomic Refi Hakimtól. Hakimot is gyűjtöm, ha bár tőle már csak az igazán majd lapokat, inkább a sort ebből. Úgyhogy ez megy a gyűjteménybe. Platinum Portré, utána most már az utolsó. Carmelon. Ezt is tök nehéz volt megfogni. Nem egy akkora játékos. Ezt most már tudnatok ki, hogy mi, úgyhogy nem mondom. Na, ez megint egy átdolgozás. Ez egy Ruby, tehát ez egy ilyen piros Skybox Premium Ruby, és sorszámozott lesz. 150 darab készült, ez a negyedik. Ebből sikerült kettőt is vennem, úgyhogy az egyik eladó lesz majd, lehet, hogy az egyik kint van még Amerikában. Szép amúgy a kártya, egy problémám van, mint már mondtam, ugyanaz a kép van állandóan, ugyanaz a kép van Metába, ugyanaz a kép van Skyboxba. Ennyi kreativitás nem fért beléjük. Na mindegy. Tim Hardaway Atomic. A játékos nem gyűjtöm, csak a kártyát. Grant Hill-től a Hot List. Ez egy átlátszó kártya. A szebb élőbe csak sokat lefog a Top Loader. Magát a Hot List sor gyűjtöm. Ez egy Reeve, nem egy nagy játékos, magát a kártyát gyűjtöm. Itt is belelóg a sorszám az off-ba. Ezt leszámítva szerintem ez igazi, nem utólag lett oda nyomva. Rodmantől egy Finest, ez egy sorszámozott. 199, ez is már 2000 utáni, ezt már annyira nem gyűjtöm, azért megy a gyűjteménybe. Ez cserélhető, ha valakinek nagyon tetszik. És a legnagyobb durranásom, ez a legnagyobb vétel az egész csomagba, de ettől függetlenül maradjatok velem ezután is. Ez egy Dennis Rodman Hot Shots. Nagyon ritka, nagyon értékes. 150 dollárért vettem nagyjából, nem emlékszem rá pontosan, de nagyon örültem. Ez egy nagyon-nagyon szép lap. Ez egy high-end, tehát ez egy prémium, felső kategóriás insert lap. Nagyon-nagyon nehéz volt kifogni annak idején. Nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen 1-400-hoz. De lehet, hogy van 2000 is. 400 pakkonként egy darab. Dobozonként, bocsánat, egy darab. Ez a kedvencem. Megy is mindjárt mágneses tokba. És a végére egy Finest Refi Pippen. No de, azért még van itt egy pár szép lap. Grant Hill-től egy Atomic. Sheff-től egy Power in the Key. Ez Iverson-től egy mezdarabos. Ez majd eladó lesz. Ez Rodmantől egy Force Gold, ez már volt, úgyhogy akinek tetszik, azzal meg tudunk beszélni. Egy cserét, vagy meg is lehet venni. Megint csak egy mezdarabos Iversontól.
és egy Kevin Garnett warm-up. Warm-up az ilyen melegítő darab van a kártyába. Nem mesz, hanem a melegítőjéből egy darab. Megint csak a Grand Hill Atomic. Ezeket nagyon jó áron vettem, amiket előbb láttatok, Molten Metal, meg Atomic, a Grand Hill-eket. Én nem tudom, mi volt aznap, de megvan a screenshot. 3-4 dollárért vettem darabját. Elképesztő üzlet volt. Ugyancsak egy Atomic 3-4 dollár volt darabja. Egyik kedvencem Planet Metal. Gyönyörű a háttere, most ki is jön a fényben. Gyűjtöm a sort. Többször meg lesz az alap, úgyhogy lesz belőle eladó. Nagyon szép darab. Illetve egy Meltdown. Ez is szép lap. Szebb élőbe. Nagyon hatalmas értéket nem képvisel, de ez egy szép lap. Ez is szerintem alul van értékelve. Többet érnek ezek. Többet kellene, hogy érjen ez. Utolsó előtti csomag, és van még egy hatalmas boxunk. Ebben kettő darab van. Pippen Finest Refi. Ez mintha már lett volna. Úgyhogy eladó. Ez egy Iverson Chrome hát refraktor, vagy X-faktor. Ezeket már hívják mindenféleképpen. Per 299. Csere vagy eladó. Még gondolkodom rajta. Ez a franchise Futures, amit már láttatok, az egyik belőle a rendtél. Ez egy Garnet. Ez a jó, megszívtam. Mert nem akartam kifizetni. Nagyon drága volt a posta. Japánból jött, jó messziről, és kaptam egy ilyen unpaid item case-t az eBay-től. Az azt jelenti, hogy nem fizettem ki valamit, és ezért korlátoztak a licitálásba. Úgyhogy figyeljetek arra, hogy csak olyanra licitáljatok, amit aztán meg is vagytok hajlandóak venni. És aztán nagy nehezen beszéltem az eladóval, kifizettem a lapot, és akkor levették a kézt, de nem egyből. Úgyhogy ez különben eladó. Na, ilyet még nem láttam élőben én se. Ez egy Towers of Power Roadman. Ez megy a gyűjteménybe, tök szép. Nem egy nagy inzer, de nincs sok belőle. 3-4 van most is eBay-en fönt. Van ebben még valami, úgyhogy megnézzük. Óvatosan. Tim Duncan. Fleer Mystic. Nem ismerem ezt a típust. Habár a kártya szép, nem tudom mennyit ér. Majd megnézem, ha valakinek tetszik, akkor sviheti. A 2000-es évek eleje lehet. 2000, pont. Nem rossz. Ez egy ilyen Premium Gem Pack Ray Allen. Ezt a sort nem gyűjtöm. Ha valaki gyűjti, akkor írja nyugodtan. Ez eladó. Vagy cserélhető. Következő két nagy durranás.
Dennis Rodman, Finest, Refraktor, 50-60 dollár alatt nem jutsz hozzá, és ez gyönyörű állapotban van. Megy a gyűjteménybe szépen. Megint csak egy refi, a Honorból. Ennek az első vagy a második videóban mutattam az alapját, és látjátok, ez a csillogás, ez a refi, ebből megvan az atom is, úgyhogy ennek nagyon örülök, teljes a sor. És nem a sor, hanem az összes típus. Ez egy Kobi, SPX, Radiance. Sorszámozott. 1 dollárért jött ez a lap, ez egy nagy vétel volt. Most nem tudom pontosan mennyi, de 1 dolcsi. Ez nagyon jó vétel volt. Na, ebből most már Dunát lehet rekeszteni. És ez a Jordannek a hardcourt, homecourt advantage változata, ez nem eladó, nagyon fölment az ára, én még pont az árváltozás előtt vettem, úgyhogy szerencsém volt. Ebből keresem a goldot, úgyhogy ha valaki nézi, és megvan ez goldba, akkor írjon rám, megveszem tőle. Utolsó pak. Super Skills Pippentől, ezt már láttátok ezt a lapot, és ez a Members Only változat. De lehet, hogy már ez is volt, hogy ezt majd leellenőrzöm, ha dupla, akkor ez is vihető. Megint csak egy Finest lot. Tehát egy ilyen egyveleg. Ezt majd jól át kell néznem, hogy mi van meg és mi nincs. Ami nincs meg, az mind elvihető, vagy cserélhető. Vannak duplák, ezek a lotok olcsók, de van tripla is. Pár dollárért vettem ezt a sok lapot. Ez mondjuk jó tele van duplával, meg triplával, úgyhogy ez a szívás egy lotba. Olcsnak tűnik, de mire eladok egy ilyen névtelen játékosból hármat, soha napján kis kedden. Jó, tartunk egy kis szünetet, és akkor jön a negyedik rész egy új videóba,